Minden évszázadnak megvannak azok a sajátos esztendői, melyek bekerülnek a történelemkönyvekbe. Vagy azért, mert valami nagyon jó dolog megvalósulásának adtak teret, vagy éppen valamilyen nagy csapás kellett átélni az emberiségnek idejükben. 2020 kétségkívül egy olyan év lesz, mely nyomot hagy az emberiség történelmében, melyre úgy fogunk emlékezni, mint a járvány éve. Mégis ebben a megváltozott zűrzavaros időszakban sem feledkezhetünk meg róla, hogy a szeretet ünnepe hamarosan beköszönt az életünkbe. Advent első hétvégéjén fellobbant a láng a város ünnepi koszorúján, dr. Csiszár Imre hajdúnánásváros alpolgármestere pedig különleges, erőt adó gondolatokkal köszöntötte Hajdúnánás lakosságát. A karácsony közelette számomra négy dolgot jelent mindig. Ebből hármat most külön ki szeretnék emelni. Az egyik a várakozás, az a várakozás, amelyet az advent testesít meg. Várakozunk, várjuk talán az évnek a csúcspontját, azt a pontot, amikor végre megállhatunk. És itt a következő, ami számomra nagyon fontos a karácsony tekintetében, az elcsendesedés. Az az elcsendesedés, amikor van lehetőségünk és időnk arra, hogy visszatekintsük arra az időszakra, ami mögöttünk van, az elmúlt évre, vagy akár az életünkre, illetve gondolkodhatunk azon, hogy mit fogunk tenni az előttünk álló hetekbe, hónapokba. Az idei évben ilyen gondolkodásra, ilyen elcsendesedésre úgy gondolom, hogy mindnyájunk számára sok idő adatot, és az elkövetkező egy hónapban is lesz arra időnk, hogy átgondoljuk azokat a tetteinket, azokat a cselekedeteinket, amelyekre büszkék vagyunk, illetve, hogyha volt olyan, hogy valakit megbánthattunk szóban, cselekedetben, akkor itt az ideje a megbocsátásnak is. A szigorú járványügyi rendelkezések ellenére a városunk igyekszik ragaszkodni hagyományaihoz, és minél inkább kézzelfoghatóvá, érzékeltővé tenne az ünnep hangulatát a lakosoknak. A főtér már felöltötte ünnepi ruháját. Vasárnap fellobban a várakozás időszakának második gyertyája. A Kéki Lajos Városi Művelődési Központ a vírus helyzethez alkalmazkodva dolgozta át téli programtervét, s rendhagyó módon igyekszik meglepetést okozni és örömet hozni a közösség tagjainak mindennapjaiba. Az ünnepek, az adventi időszakra számos programot tervezünk itt a Kéki Lajos Városi Művelődési Központban, de sajnos a járvány ebbe az időszakba is közbeszólt, így november 11-től az épület a látogatók előtt zárva tart. Mi természetesen itt vagyunk, és igyekszünk átdolgozni, átszervezni azokat a programokat, amiket terveztünk. Egyrészt, amit tudunk, az online térben igyekszünk megvalósítani, egy másik részét pedig elhalasztjuk egy olyan időpontra, amikor már tarthatunk rendezvényeket, hiszen most az egészség megőrzése, a vírus megfékezése és leküzdése a legfontosabb. Ez egy olyan időszak, amikor egy kicsit mindenki emelkedett hangulatba kerül, elcsendesedik, elkezd a belső dolgokkal foglalkozni, jobban összpontosít a családra, a szeretteire, és ebben a nehéz helyzetben is fontos, talán még fontosabb az, hogy egymásra jobban odafigyeljünk, szeretetet, harmóniát közvetítsünk, amihez mi itt a művelődési központban is szeretnénk egy kicsit hozzájárulni, természetesen a lehetőségeinkhez mérten. Az előző hétvégére tervezett adventi gyertyagyújtáshoz kapcsolódó ünnepség az általános rendezvény és gyülekezési tilalom miatt ugyan elmaradt, a művelődési központ munkatársai mégis igyekeznek megteremteni a lehetőséget a közös ünneplésre. Az intézményeket, a város közösségeit idén is megkértük arra, hogy küldjenek ünnepi üzeneteket, gondolatokat a város lakossága számára. Mindezt egyedi módon, úgyhogy mi nem határoztuk meg, hogy egyedi ilyen alkotás hogyan, milyen formában készüljön el. Tavaly a főtéren volt egy életfa díszlet, amire ezek az üzenetek felkerültek, idén pedig az volt az ötletünk, hogy hatalmas üvegfelületei vannak a műfáznak, és ezeket a felületeket ki is használjuk. Nagyon sok szép munka üzenet érkezett be, a legkülönbözőbb módon elkészítve. Volt, aki fotóval üzent, volt, aki versekkel, ajándékdobozzal, adventi koszorúval, vagy éppen egy kis manóval, tehát csodálatos munkák születtek. Mi pedig ezekből a galériánk ablakában rendeztünk be egy kiállítást, úgyhogy az erre járók ezeket meg tudják nézni, el tudják olvasni. Készültünk kétféle adventi naptárral is erre az időszakra. Az egyik a művelődési központ ajtajára van kitéve. December 1-től egyébként minden nap egy kis meglepetéssel készülünk az erre járóknak az ajtó előtt lévő asztalkán. A másik pedig egy online felületen lévő adventi naptár, ami a közösségi oldalunkon érhető majd el. Felkértünk néhány közismert hajdunánási vagy hajdunánásról elszármazott szemét, akik egy fotóval, rövid történettel oszták meg karácsonyi élményüket. A főtér dekorációját kiegészítve a művelődési központ karácsonyi zenével igyekszik fokozni az ünnepi hangulatot.
A karácsonyi hangulatát varázsoljuk a főtérre karácsonyi zenével, amit innen a művelődési központból játszunk ki hétköznaponkon 12 és 12:30 között, illetve délután 2 óra és 2 óra 30 perc között, valamint délután 4 óra és 6 óra között. A közösség oldalunkon egy további adventi műsort is ajánlunk önöknek, mégpedig a Múzsák Társulat Adventi Készülődés című online karácsonyi műsorát. Ez az adventi időszakra, Mikulásvárásra, utcanapjára és karácsonyra épül, versekkel, az ünnep körhöz kapcsolódó történetekkel, mesékkel, énekekkel, könnyű és komoly zenei művekkel, előadásokkal készülnek a nézők számára. Az előadásokat a Facebook közösségi oldalunkon is közé tesszük, ezeket vasárnaponként a gyerekműsorokat 9 órától, a felnőtteknek, ifjúságnak szóló műsor pedig 18 órától nézhetik meg a városlakók. Annak ellenére, hogy a szokásos mikulásnapi programok szintén elmaradnak, a gyermekekre mégis meglepetés vár. A tervezett Mikulás napi programunk is elmaradt, de mi mindenképpen szerettünk volna egy kis meglepetéssel készülni a gyerekeknek, ezért a város óvodás és alsós gyerekei számára egy kis ajándékcsomagot állítottunk össze, és bízunk abban, hogy ezzel nagy örömöt okoztunk számukra. És abban is reménykedünk, hogy jövőre a művelődési központ épületében, vagy éppen a főtéren megvalósuló programunkon találkozhatunk majd velük. A hagyományosan évvégén meghirdetett pályázatok elkészült munkai sem maradnak rejtve a nagy közönség előtt. A kiállítások, bemutatók a vírushelyzethez igazodva sajátos formában kerülnek megrendezésre. Több pályázatunk is volt meghirdetve idén, mint a gyerekrajzpályázat, a Hajdunánás 2020 fotópályázat, illetve a vers és novellaíró pályázat. Idén rendhagyó módon ezek is virtuális formában láthatók majd a honlapunkon és a közösségi oldalainkon, illetve a hajdunánási televízióban. Ezek közül az Illátom Hajdunánás című gyerekrajzpályázatra elkészült munkák nem csak az online térben lesztek láthatóak, hanem a színházterem bejárata felüli üvegfalon is. Az volt az ötletünk, hogy láthatóvá tegyük mindenki számára ezeket a munkákat, így kihasználjuk ezt a felületet, és mint egy kiállítást berendezzük. Az ünnepi készülődés részeként idén is elkészült a város Betleheme, mely 2020-ban már új helyszínen látható. Idén egy teljesen új Betlehemet álmodtunk meg. A körforgalomba áthelyeztük ide a főtérre. Egy sokkal nagyobbat szerettünk volna, hogy a jószágoknak sokkal nagyobb helyük legyen, szélvédettebb helyük legyen, és ezért egy melegedő szállást is készítettünk nekik. Idén a közfoglalkoztatási csoport több része is beleállt ebbe a programba. A helyi sajátosságon kívül lakatos mesterek vettek részt, faipari dolgozók is besegítettek nekünk, körülbelül 15-20 ember vett ebbe részt. A városi Betlehem meglátogatása izgalmas program lehet a család minden tagjának, melyre vízkereszt idejéig érdemes sort keríteni. A Betlehemet vízkereszt után fogjuk lebontani, addig szívesen várjuk a kiérkező látogatókat, gyerekeket, felnőtteket, kecskéinknek akár almát, répát is kihozhatnak, kedveskedhetnek vele a gyerekek. Az ünnepi hangolódás következő állomásaként a második adventi gyertyát a Hajdunánási Református Egyházközség képviseletében Gacsai Gábor vezető lelkipásztor gyújtja meg vasárnap.